szép estét kívánok! Köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem El Simon László, országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke és a Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntelek, szer. Nos, tekintve, hogy egy József Attila díjas költőről is van szó, hadd legyek rendhagyó, Nyírő József írja az Én népem című kötetében. A vetőember lehajlik elő, földdel lemossa kezeiről a múltak szennyét, majd kenyérmagot vesz ki a nyakába vetett zsákból, megnézi, megáldja, és minden egyebet elfeledve, boldog szédülettel kiszórja a földre. Az Isten int, és a föld szétnyitja fekete markát. Mezőgazdaságról fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok! Olyan emberekről, akiknek nagyon-nagyon fontos az agrárgazdaság. És elfelejtettem a szőlészborász El Simon Lászlót, aki ugye a Gyöngyösen Károly Róbert főiskolán végzett, megemlíteni, hiszen nagyon is fontos szerep jut ebben is. Nos, az alaptörvényről kell, hogy citáljam, hogy a nemzet közös örökségét képező természeti erőforrásaink védelme, fenntartása és a nemzedékek számára való megőrzése mindannyiunk érdeke és kötelessége. Ez vonatkozik az agrárgazdaságra is. Amikor erről beszélünk, akkor most már idestova, november 15-én volt a választás, november 3-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara választása, és azt hiszem, hogy olyan eredmény született, ahol a magos jelöltek vittek mindent, ha úgy tetszik. Tehát ez Magyar Gazdakörök Országos Szövetségéről beszélünk. A szerepvállalásodról kérdeznélek, hiszen nagy kultúrpolitikában, a kultúrában általában azt tudjuk, hogy országgyűlési képviselőként nagyon sokat tettél, ugyanakkor a mezőgazdaság is nem különben fontos. A mezőgazdaság az a kultúra részét képezi, bár én nagy vonalon azt szoktam mondani, hogy minden a kultúra részét képezi. A mezőgazdaság a magyar nemzeti identitását nagyon nagy mértékben meghatározza. Érdekes volt ez a nyírőidézet, mert egy programról érkeztem ide, ahol ma ugyanez a nyírőidézet hangzott el, és én meg arról beszéltem ezen a egyébként agrárprogramon, hogy mégis a magyar kultúrát és a magyar művészetet az elmúlt évszázadok során milyen módon termékenyítette meg a mezőgazdaság. Hogy jelent meg a festészetben, a szobrászatban, a köztéri alkotásokban témaként, hogyan adott folyamatosan muníciót íróknak, költőknek, de még más művészeti területeket is fel lehet sorolni. Tehát igazság szerint nem csak önmagában beszéltünk agrikultúráról, hanem arról is, hogy a kultúrtörténetben milyen szerepet játszott a magyar agrárium. Sőt, hogyha egy kicsit még távolabb nézünk, és mondjuk a 19. század közepétől lezajló nagy-nagy iparosítási folyamatot nézzük meg, és arra gondolunk, hogy a magyar gépgyártás milyen fantasztikus, egyébként esztétikai értelemben is szép élményt adó dolgokkal, tárgyakkal, eszközökkel, gépekkel gazdagította az egyetemes kultúrtörténetet, akkor, és mindez a mezőgazdasághoz kapcsolódik, akkor érthető, hogy mire gondolok, miről beszélek. A legutóbbi eszékötetemnek a borítóján egy 20. század legelei kerámiának a képen látható, amit egy Pálinkás Béla nevű fantasztikus magyar iparművész és képzőművész tervezett, akinek nagyon rövid volt az élet, az első világháborúban meghalt. Ez a híres porcelángyáros Fischer Emilnek a gyárába készült kerámia. Ő volt az, aki a népi szecessziót tökélyre fejlesztette az iparművészet terén, és nagyon sok kerámiának a dekorját tervezte meg. Különféle vázákon, tányérokon, kávéskészleteken, teáskészleteken jelennek meg az ő mintái. És ez úgy tartozik az előző témához, hogy mondjuk olyan nagy vázáját is láttam már, ahol egy cséplőgép és a körülöttek még kézzel arató munkások a téma, gyönyörűen megfestve, és ez rákerül egy vázára, rákerül egy kaspóra, ez egészen különleges. Tehát a művészet, a kultúra és a mezőgazdaság mindig szimbiózisban élt, és én a magam életében is úgy fogtam föl, hogy ez a kettősség jól megfér egymás mellett. Nyilvánvalóan a kultúrpolitikai munka az, ami az én igazi terepem, tehát az élet úgy hozza, hogy az államtitkári munkát egyszer abba kell hagyni, és más területeken is kell tudni bizonyítani. És én azok közé tartozom, akik nem szégyellik azt, hogy egy kisebb pozícióba lépnek vissza, és ott teljesítenek, ott próbálnak valamilyen módon értéket teremteni. Minden esetre az agrárgazdák üdvözlik a döntést. Egyébként csak, hogy a műsorról beszéljünk röviden,
annak jegyében született meg, hogy a Mezőföldön, Fejér megyében a paraszt ne legyen szitokszó. Mert hogy a méltatlanul keveset foglalkoztunk mindez idáig a mezőgazdasággal, és azért ne feledjük, hogy Fejér megye mindenek felett egy csodálatos agrártérség, remek földekkel, nagyszerű természeti adottságokkal. Ha elnézünk Magyarország termőföldjén képére, és megnézzük azt, hogy hol milyen minőségi termőföldek vannak, a mi megyénk az egyik legjobb adottságú, sőt állítom, hogy a legjobb adottságú megye, legalábbis a szántóföldi növénytermesztés szempontjából, ha a mezőföldre gondolunk. Nyilvánvalóan, hogyha szőlészet, borászat a beszélgetésünk fókusz, akkor mondjuk Veszprém megye az szerencsésebb a több borvidékével, a több szőlőtermelő területével, bár éppen nekünk Etyekkel, a Velencétó környékével és Mórral nincs miért szégyenkeznünk. Mind az adottságainkat, mind a borok minőségét tekintve nagyon jó megyében élünk. No, akkor a növénytermesztéssel kell, hogy kezdjük természetesen, kivonatosan, röviden. Legfontosabb kenyérgabonánk és legfontosabb takarmánygabonánk a kukorica, mindenféle értelemben fontos számunkra, bár a kukoricát most már nagyon sok mindenre is használjuk, lásd Szabadegyháza. Hogy állunk a megyében, hiszen azt tudjuk, hogy nagyon sok függ a tőzsdétől, nagyon sok függ attól, hogy figyelnek-e például Martonvásárra a gazdáink, és a föld tulajdonságainak megfelelő vetőmagot vetnek-e. Hát ugye annyit pontosítsunk, Lajos, hogy két dolog összecsúszott nálam, mert nyilván a legfontosabb kenyérgabonánk az a búza, ugyanakkor a legsokoldalúbb növényünk a szántóföldi növénytermesztésben az a kukorica, ami egy fantasztikus növény, és az utóbbi néhány évtizedben annyi olyan új adottságát és benne rejlő új lehetőséget fedeztünk föl, nem is gondoltuk volna ezt régebben. Nem véletlen az, hogy dinamikusan nőtt a vetés területe, nem véletlen az, hogy hát évi kb. 7 millió tonna kukoricát termesztünk Magyarországon, nyilván ez az időjárástól, az adottságoktól, a vetés terület nagyságától függően változik. De azt se felejtsük, hogy ez egy olyan növény, aminek a megtermelt mennyiségnek a felét exportáljuk mindenféle hozzáadott érték nélkül, hogyha már Szabadegyházát szóba hoztad, nyilvánvalóan hozzáadott értékkel készülnek élelmiszeri alapanyagok, ami óriási nagy dolog, és most már nem csak itt nálunk a megyében, hanem elkészült a második hasonló gyár az ország másik felén, Tiszapüspökiben. Szabadegyházán kb. 1 millió tonna kukoricát dolgoznak föl, míg Tiszapüspökiben most már évi 500 000 tonna kukoricát dolgoznak föl, ez óriási nagy dolog. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy 3,5 millió tonnát exportálunk mindenféle hozzáadott érték nélkül, ez egy igen jelentős dolog ipari értelemben is, hogy van két ilyen gyár Magyarországon. Fantasztikus adottságai vannak a növénynek, gondoljunk arra, hogy az élelmiszeripari cukoralapanyag az javarészt ebből készül, sokkal több cukor készül ma már Magyarországon ebből, mint répacukor, tehát mint cukorrépából. Ugye a finomított cukor itt pedig javarészt izocukor készül, bár éppenséggel kristályos fruktózt is elő lehet állítani a kukoricából. Én azt látom akár Szabadegyházan, akár Tiszapüspökében, hogy gyakorlatilag melléktermék nélkül, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy hulladék nélkül 100%-ba föl lehet dolgozni a kukoricát, mert amiben nem lesz cukor, nem lesz keményítő, abból lesz állati takarmány, és még sok minden más készül belőle. Kiváló, 100%-os tisztaságú orvosi használatot, tehát egészségügyi célra felhasználható alkoholt készítenek például Szabadegyházan is, de a szeszipar számára is kiváló alapanyag a kukorica. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és nálunk a megyében komoly területeken termesztenek kukoricát. Jegyezzük meg azt is, hogy Szabadegyházának az is a fantasztikus adottsága, hogy gyakorlatilag a gazdák szárítás nélkül nedves állapotban is el tudják adni a kukoricájukat, és biztos felmevő piacot jelent ez a két magyarországi gyár kukoricatermesztők számára. Ha állattenyésztés, akkor Fejér megyében mindenek előtt szarvasmarha, sertés és baromfi, de a szarvasmarháról kell, hogy külön beszéljünk, hiszen az ágazat rendkívül nehéz helyzetben volt. Gondolok itt elsősorban a tejtermelőkre, a tejágazatra, hiszen Mékuti Tibor, illetve István Falvi Miklós is, a tejterméktanács társelnökei számtalanszor elmondták itt a stúdióban is, méltatlanul kevés, hát 21 néhány eurócent volt a nyers tej ára.
és ugye a kormány döntésének köszönhetően most az áfa csökkentéssel talán elindult valami, holott sokan gondolkodtak már azon, hogy a tenyészmarhákat levágják. Hogyha a magyar mezőgazdaság elmúlt 25 évére gondolunk, akkor három terület mindenképpen komoly veszteségeket szenvedett el a rendszerváltozás után. Az egyik az az öntözéses területek számának a jelentős, vagy öntözhető területek nagyságának a jelentős csökkenésében mérhető le. Nagyon komoly tartaléka ennek az országnak édesvízből, és nagyon nagy gond az, hogy a bejövő vízmennyiség az kevesebb, mint az országot elhagyó vízmennyiség, itt a Duna és a Tisza az, amire gondolok. Hogyha ha ezt fő veszteségként és a magyar agrárpolitika nagy resztanciájaként említjük meg, akkor nyilvánvalóan nem túlzunk. Számomra az is veszteségként könyvelhető el, hogy a rendszerváltozás után óriási mennyiségű szőlőt vágtak ki. Tehát ugye Magyarországon a rendszerváltozáskor a kis Magyarország területén meghaladta 90 ezer hektárt a szőlőtermőterületeknek a nagysága. Ez ma a kétharmada sincs az egykori területeknek. Hála Istennek az utóbbi évek újratelepítésének köszönhetően azért javult a helyzet, de még mindig nem vagyunk ott, ahol lehetnénk. És a harmadik, ahogyan említetted, az az állattenyésztés. Itt talán a legnagyobb a veszteség, és egy egész szakma került veszélybe, az állatorvosoknak a szakmája, mert ha ma azt nézzük, hogy az állatorvosok többsége itt nálunk a megyében és itt Székesfőváron és hobbiállatoknak a gyógyításából kénytelen megélni, azért az semmiképpen nem jelenti, hogy leértékeli a szakmát, de mondjuk ennek a szakmának az összetettségét, azt sajnos, ezt a gazdagságát sajnos ezt erősen kikezdte. Akár a sertéságazatra, akár a baromfira nézünk, akár a húsmarhára, akár a tejerő marhákra, egy óriási nagy a veszteség. De mintha valami elindult volna, részben a kormány stratégiájának köszönhetően, részben a gazdák elhivatottságának köszönhetően, de még a Földet a gazdáknak programban is, amikor bérbe adta a kormány a gazdálkodóknak a termőföldeket, akkor előfeltételként írta azt, vagy kötötte azt ki, hogy aki az államtól földet bérel, annak kötelező valamennyi állategységet bevállalnia. Ez még érthetetlen módon a gyümölcsösök és a szőlőterületek bérlőinél is így volt, de vagy azoknál a bérlőknek, akik gyümölcsöt vagy szőlőt akartak telepíteni az állami területre, de többé-kevésbé ezt is sikerült megoldani. Most nyilvánvalóan az ágazat problémáinál az egyik gond az, hogy csökkent az állatmennyiség, és a másik gond az, hogy nem lehetett ezt az egész kérdést, az egész, ha a tejre gondolunk, visszatérek, amit említettél, Mékuti Tiborékkal kapcsolatosan, nem lehetett nyereségesen, nem lehetett rentábilisan működtetni. Én két dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni az elmúlt évek intézkedései közül, ami abszolút az Orbán kormánynak az érdeme. Az egyik az az LK rendszernek a bevezetése, ami tulajdonképpen a közúti áruforgalomnak az ellenőrizhetőségét növelte meg nagy mértékben. Említsük meg itt egy megyei embert, Molnár Tamást, ugye, aki jelen pillanatban a vámügyekért felelős helyettes államtitkár Budapesten. Tehát azért a Tamás a helyettes államtitkár úr nagyon sokat tett azért, hogy itt egy olyan rendszer legyen, aminek köszönhetően a szomszédos országból irányunkba illegálisan beáramló élelmiszeripari termékeket, azt a termékeknek az arányát visszaszorítsa. Hát hogyha arra gondolok, hogy északi irányból, hogy ne nevezzünk meg konkrétan országot, milyen mennyiségű UHT tej áramlott be, és nézd még most is, ellenőrizetlenül, és hogy ezt milyen nagy mértékben sikerült visszaszorítani, akkor ez egy komoly eredmény. Ugyanezt el tudnánk mondani Románia felől, mondjuk az étolajra, el tudnánk mondani a tűzifára. Most a tűzifa hiány egyik oka is az, hogy ugye az LK-nek köszönhetően visszaszorult az illegális fa behozatal, és nyilvánvalóan áfa nélkül feketén már nem írja meg úgy a csendcserőknek behozni a tűzifát. Tehát ez az egyik dolog, ami nagy érdem, az LK rendszernek a bevezetése, még akkor is, hogy ez nem volt egy egyszerű dolog. A másik pedig az áfa csökkentés. Az alapvető élelmiszerek áfatartalmának a csökkentése már régi igény, és fölismerte a kormány, erre szükség van. Részben ezzel is sikerült a fekete kereskedelmet visszaszorítani, vagy úgy is mondhatnám, hogy a szürke zónából sok mindent áthozni a fehér zónába. Itt kezdődött a félsertéssel, aztán mentünk tovább, és a tejipart is elérte az áfa csökkentés.
Nagyon komoly vita övezi persze ezt az egészet, hogy helyesen döntötte a kormány akkor, amikor csak a friss tejre vonatkoztatva csökkentette az áfát 5%-ra, és az UHT tejekre nem. Én azt gondolom, hogy erre majd vissza kell térni a következő kormányzati ciklusban, hogyha megnyerjük a választást, amiben azért nagyon bízom, mert érdemes azt megfontolni, hogy az UHT tejeknél is, főleg arra tekintette, hogy több UHT tejet vásárolnak a magyar fogyasztók, mint friss tejet, és ugye az illegális behozatal az alapvetően az eltrafutóság miatt az UHT tejre vonatkozik. Tehát ezek miatt érdemes újra gondolni ezt, és neki menni a szakma részéről is, meg a politika részéről is annak, hogy az UHT tejeknek is csökkentsük az áfatartalmát. Ez az én álláspontom, nyilvánvalóan ez nem a kormányzat álláspontja, de én ezt képviselem, hogy csökkentsük az UHT tejnek is az áfatartalmát. Az egy téves elképzelés, amit sokan hangoztatnak, hogy az UHT tej az egészségtelen. Nyilvánvalóan a csíraszám, egy erős kezelésre a csíraszám csökkentéséről beszélünk, illetve hát a csirátlanításról beszélünk, tehát ott nem arról van szó, hogy valami porból visszahigított tej lenne, vagy valamilyen vegyi eljárással kezelt tej lenne, hanem egy fizikai eljárással, azaz nevezetesen hőkezeléssel kezelt tejről beszélünk, tehát a fehérje, a zsírtartalom az mindettől független. A hal, ugye ha már áfánál tartunk, akkor fontos az is, hogy értelemszerűen a halgazdálkodás tekintve, hogy Magyarországon itt karácsony tájékán beszélünk róla gyakrabban, nagyon kevés a halfogyasztás, és nem csak a tengerparti skandináv országokról beszélünk az összehasonlításban. Talán az abban is segít az a kormányzati intézkedés, hogy ugyancsak 27%-ról 5% lesz az áfa. Jövőre. Tehát 2018-tól lesz 5% a halnak az áfája. Én ezt egy fontos dolognak tartom, még akkor is, hogyha ez nemzetgazdaságilag elsőre kevésbé tűnik jelentősnek, hiszen valóban nagyon alacsony a halfogyasztás. Miközben reggeltől estig a szív- és érrendszeri problémákról beszélünk, és arról, hogy a magyar társadalom az egyik legrosszabb állapotban levő e tekintetben is, meg az elhízás tekintetében és Európában, és a magyar emberek egy része marékszámra dobálja be az omega-3 kapszulákat, azért, hogy az omega-3 bevitel hiányát azt valamilyen módon ellensúlyozza. A közben arról lenne érdemes beszélni, hogy a természetes omega-3 bevétel az a halfogyasztásra oldható meg a legegyszerűbben, nem csak a tengeri halakkal, hanem az édesvízi halakkal is. Itt lenne mit lépni előre, főleg egy olyan megyében, amelynek szintén a halászat és horgászati kultúrája nagyon jelentős. Ha csak réti magyarra gondolok, több mint 1100 hektárnyi halastórendszert működtet ott az Aranypont ZRT. Ha csak a dunai halászatra gondolok, amely ugye most a természetes vizek halászata a kormány és a parlament döntésének köszönhetően visszaszorul, de mégiscsak nagy tradíciókat vonultat föl. De gondolhatunk a Verencei tóra, és gondolhatunk a Pusztaszabolcs és Adony térségébe található halastavakra, ezek a líviai, az Icsi Lívia grófnőről kapta a nevét, a líviai halastalakra gondolhatunk. Tehát itt egy komoly kultúra van emögött is, komoly hagyomány, és ehhez képest az emberek elmennek és vásárolnak halat karácsony tájéken, és van úgy, hogy hónapokig nem esznek halat. Miközben arról se lehet beszélni, hogy olyan számottevően megfizethetetlen vagy drága lenne. És egyébként a magyar gasztronómiai kultúrában is nagyon, nagyon komoly szerepe van a halnak, a harcsapaprikásnak, a tiszai, a balatoni, a dunai, a verencei tavi halászleveknek. Tehát itt van mire büszkének lenni, van mihez visszanyúlnunk. Tehát én nagyon támogatom azt, hogy a halfogyasztás mértékét növeljük Magyarországon. Mindenesetre Lévai Ferenc halország fejedelme is üdvözli ezt a döntést, mint ahogy azt a kormány döntést is, ami segített a méhészeteken. A méhészek, ugye méh plusz ész mondják, az a méhész. Most a méhészek nagyon nagy bajban voltak, hiszen a rengeteg hamisított kínai méznek most gátat szabott a kormány, és hála Istennek most elindult egy olyan folyamat, hogy immár mehet exportra, és nem az akármit esszük méz helyett. Hát sőt, a Fidesznek az uniós képviselői Brüsszelben, az Európa Parlamentben ezt a kérdést nagyon komolyan tematizálták az utóbbi fél évben, és hogyha már a brüsszeli parlamentben egyes képviselők és bürokraták azzal tudnak szórakozni, hogy mekkora lehet az uborkának a görbülete, akkor ehhez képest ez
egy valóságos probléma. Mert egyszerűen védenünk kell a belső piacainkat, védenünk kell most az egész Európai Uniós belső piacról beszélek, és védenünk kell azt a minőségi méhészetet, amelyre büszkék vagyunk. Magyarországon az egyfélő jutó minőségi mézelőállítás a legmagasabb az Európai Unióban, ha jól emlékszem az adatokra. Ehhez képest mondjuk valóságos veszély fenyegette, és egyébként még részben most is fenyegeti a magyar méhészeket a ránk ömlő kínai hamis méznek köszönhetően, amivel nem azt akarom mondani, hogy minden Kínából bejövő méz az hamis, de azért sok hamisított méz kerül be, és ráadásul vannak olyan lelketlen kereskedők, akik más termékek esetében is, fokhagyma és sorol, nem tovább, az újracsomagolás módszerével próbálják megtéveszteni az élelmiszerfogyasztókat. Tehát nyilvánvalóan egészen más a beltartalmi értéke annak a méznek, amelyet nagyon gondos méhészeti tevékenység előzött meg, mint annak, amelynél mindenféle trükkökkel élnek. Megérkeztünk a szőlészetborászathoz is. Én azt gondolom, hogy ugye itt Fehérváron a Nóhegyi Szent István borlovagrend van, Szent Benediktus borrend, és szó esett már a Móri borvidék és az Etyek-Budai borvidékről. Azt hiszem, hogy az jó úton jár a szőlészetborászat mindenféle értelemben. Borrendek, amiket említettél, ezek alapvetően a borkultúra ápolásában érdekeltek, nem feltétlenül a napi gazdálkodásban. Egyébként a megyében erben is nagyon-nagyon jól állunk. Az előbb elmondottak mellett ott az Adonyi, a Móri, Etyeki és a többi, sorolhatnánk tovább azokat a borrendeket, amelyek nagyon sokat tesznek a borkultúráért. A kulturált borfogyasztás elfogadtatásért, de azért ne felejtsük azt el, hogy ma úgy nézünk ki, hogy még mindig a minőségi bortermelés, és itt beleértjük a legnagyobb, tehát a több millió palackot előállító borászatokat is, és a kisebb kézműves borászatokat is, illetve a közöttük levő erős középmezőnyt, most nem a minőségben értem ezt a középmezőnyt, hanem a volumenben értem ezt a középmezőnyt, de összességében ezek a borászatok az egész ország borkereskedelmében nem teszik ki a 30%-ot. És a 70% fölötti rész az még mindig az úgynevezett alsópolcos borkategóriákra épít, azaz az olcsó tömegárura, amelyeknek egy részét importból fedezik, illetve importból felhasználásával pancsolják. Tehát van mit tenni, és hogyha arra gondolok, hogy ugyan nagyon sokat léptünk előre a minőségű szárazborfogyasztás terén, de még mindig komoly ízlésbeli problémákkal is szembe kell nézniük a termelőknek és a kereskedőknek, napláne a jó éttermek vezetőinek, tulajdonosainak is, amivel nem az édesborok ellen beszélek, mert nyilvánvalóan egy tokai asszút ugyanúgy szívesen tesz az ember a magyar fogyasztó asztalára, mint mondjuk egy kiváló késői születési Móri ezer jót. Tehát nem a természetes édesborokat én nagyon sokra értékelem, de hát azért az édesvörösbor kólával az remélhetőleg csak ki fog menni már a divatból, és van mihez, van milyen értékekhez és fajtákhoz hozzányúlnunk. Ami örvendetes, az, hogy egyrészt tehát nőtt a szárazborfogyasztás, a jó minőségű szárazbornak a fogyasztása, hála jó Istennek egyfajta patriotizmus jelenik meg abban, hogy szívesen vesznek le magyar bort a fogyasztók a polcokról. Ebben az is benne van persze, hogy azért a borok ára az jobban igazodik, a magyar borok ára már kezd jobban igazodni a magyar fogyasztók pénztárcájához, mint ez korábban volt. Ezeket a nagy testes, rendkívül drága vörösborokat egyre kevésbé preferálják a magyar fogyasztók. Tehát ez az egyik kereskedelmi szempontból örvendetes dolog. Szerintem nagyon jó az, hogy nőtt a szőlőtermelő területeknek az aránya, emögött ott van egy szerkezet átalakítási program, amelyben uniós és nemzeti források felhasználásával és a gazdálkodók támogatáshoz jutnak. Jelentős technológiai fejlesztések zajlottak le az utóbbi években, és még most is a vidékfejlesztési operatív programnak köszönhetően, hiszen a borászati technológiai fejlesztés eredményeképpen korszerű, versenyképes üzemek tudnak létrejönni Magyarországon. Erre már egy egész iparág épül föl, tehát most már nem csak olasz technológiát vásárolunk, hanem magyar technológiát is, bár ha a szűkebben vett feldolgozó eszközökre, présekre, zúzóbogyózókra és a többire gondolunk, akkor ebben alapvetően még mindig az olaszok a legjobbak, de hát ezzel nem kell csodálkoznunk, mert más élelmiszeripari területen is így van ez. A nem olyan régen befejezett Iváncsi hűtőházban, amit a termelési szövetkezetünk adott át júniusban, Cerván államtitkár uram adta föl,
Ott is a cseresznye válogatógép, a Magyarország legkorszerűbb cseresznye válogatógépe, az szintén olasz gyártmány, az Alma válogatógép szintén, a Barack válogatógép, osztályozógép az szintén. Tehát nyilván tudjuk, hogy az olaszok erre az élelmiszeripari területre ráálltak, és nagyon jó gépeket állítanak elő. De hát mi nekünk ezt kihasználva a minőségi termékek előállításának az irányába kell haladnunk, és a magyar borászat ebben tényleg komoly eredményeket ért el. Mi itt a megyében, én azt gondolom, hogy ki kell használnunk az adottságainkat, és ragaszkodni kell bizonyos értékeinkhez, tehát jó dolog az, hogy a móriak nem akarnak megválni az ezer jótól, mint fajtától, újra lehet ezt a fajtát értelmezni, pozícionálni. Csodálatos dolog az, hogy Molnár Pál, aki Svájcba emigrált még régen, hazatérve az ott megszerzett tőkét úgy fekteti be, hogy itthon, Móron és Csokakön jelentős mennyiségű szőlőtermelő területet hozott létre, és újra telepített olyan domboldalakat, lankákat, amelyeket már visszavett a természet az elmúlt évtizedekben, adott esetben olyan módon, hogy cserjés, erdős részek alakultak ki. És ez emögött mind-mind az a törekvés van, hogy legyen minőségű borkultúra. Ezt figyeltük meg nálunk is a Verencei-tó környékén, ugye egy önálló hegykösségként működünk az egyik-bodai borvidék részeként. Nagyon sok szőlőt telepítettek a gazdálkodók az utóbbi években. Egyeken nyilvánvalóan van egy egészen speciális helyzet annak köszönhetően, hogy a Hungorovin, illetve vannak utódja, a Törlei Pezsgő Pincészet Kft. Óriási nagy területeknek a tulajdonosa is. Az embernek kicsit összeszorul a szíve, hogy mégiscsak német tulajdonban van ez a nagymúltú vállalat, és hogy azok a márkák, mint a Hungária, a Törlei, a François, most hogy csak a pezsgőket mondjam, ezek alapvetően német tulajdonban vannak, a Henkel csoportnak a tulajdonában, de egyébként azt kell, hogy mondjuk a németekre, hogy kiváló gazdái ennek az egész cégnek, és jó gazda gondosságával művelik a szőlőket, gyönyörű ültetvényeket láttam most is, amiket telepítettek az elmúlt egy-két évben, és hát nagyon jó minőségű borokat és pezsgőket állítanak elő. És ha már pezsgőnél tartunk, nekünk is ez a nagy vágyunk, idén talán meg tudjuk csinálni, hogy a mi kis családi cégünkben legyen egy kis pezsgő üzemünk, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy Prosecco üzemünk, bár ez a név védett, ugye csak egy területen lehet ezt a nevet használni, de azzal a technológiával szeretnénk jó minőségű pezsgőt állítani, hogy ezt az olaszok csinálják Észak-Olaszországban. Egy kérdésre maradt időnk. Nagyon fontos, hogy a szaktárca, tehát a kormány agrárpolitikája, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a terméktanácsok miként működnek együtt? Jó úton járunk? Az elmúlt időszaknak a kamarai választása azt mutatta meg, hogy sikerült olyan módon összefogni a szakmai szervezetnek, hogy közös listát állítottak szinte mindenhol. Emögött az együtt gondolkodás igényét, szándékát látom. Tehát amikor a MAGOSZ másik 17 szervezettel kötött stratégiai megállapodást, akkor amögött ez a vágy, ez az igény húzódott meg, vagy volt a háttérben, hogy gondolkodjunk együtt. Legyen szó az ágazat bármely területéről, és fogjunk össze az ágazat érdekében. Tehát a terméktanácsokkal is, illetve egyéb más szakmai szervezetekkel. Persze voltak olyan megyék, mint amilyen Félmegye, ahol ráadásul még csak ellenlista se volt, mert itt végül is össze tudtunk fogni, és együtt tudtunk gondolkodni, és senki nem gondolta azt, hogy ezen a lista ellen egy másik listát kell indítani. Azért az ország 19 megyéből 9 megyében kettős listállítás volt, ami részben a demokráciára is bizonyíték, de részben meg annak azt is mutatja, hogy hát nem mindenhol volt olyan megegyezés, mint ebben a megyében. Tehát együtt tudnak gondolkodni a szakmai szervezetek. Én abban bízom, hogy most a kamara az meg fog erősödni, itt a megyében is és országosan is. Tehát az alapokat letettük az elmúlt 4 évben, és most ezekre az alapokra lehet majd a felépítményt felhúzni. És ez az agrárkamara együttműködve a kormánnyal és egyéb más szakmai szervezetekkel a következő kormányzati ciklusban, amíg az elmúlt időszakhoz képest is nagyobb eredményeket fog tudni elérni az ágazat érdekében. Köszönöm szépen, hát reménykedünk ebben helyesebben, megerősítést Köszönöm. Kapunk a döntéshozók, ugyanis úgy tetszik, hogy mi voltunk, mi leszünk, a vásárlók, a fogyasztók. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!